Jótékonysági összejövetelt tartott a Színes Iskola a Magyari Zoltán Művelődési Központban. Az iskola diákjai, tanárai és néhány szülő is fellépett abban a saját gyártású darabban, amelyet előadtak. Ez sokkal inkább egy ilyen kapcsolati dolog. Nagyon sikeres volt a szeptemberi 20 éves évfordulónak a megrendezése, de azt mondtuk, hogy arra gyűjtünk, hogy a két iskola épület egy színű legyen, hogy ez a szép kék-sárga, de nem, hogy beletesszük majd ezt a pénzt, de meg fogjuk csinálni. Tehát sokkal inkább arról van szó, hogy ez egy ilyen csavaros, mert hogy azt írtuk, hogy jótékonysági, és mi jótékonyak vagyunk, adunk egy ilyen remek színdarabot, gyönyörű szendvicsek várnak bennünket az iskolában, fantasztikus tombola tárgyak várnak bennünket, meg árverés, tényleg nagyon komoly tárgyakat teszünk árverésre. Úgyhogy így néz ki a jótékonykodás, hogy kapcsolatban legyünk a szülőkkel. Annyira vágynak rá ők is, meg mi is, hogy kapcsolatban legyünk. Itt van egy csomó gyerek, itt lesz egy csomó gyerek, hogy nagyon fogják szeretni, remélem legalábbis. Ez egy nagyon komoly műsor lesz, szeretném, hogyha ezt sokan látnák. Az iskola életéről, a gyerek-szülő kapcsolatról, a gyerekek lelkéről, a szülők lelkéről, a tanár-gyerek kapcsolatokról. Ez egy nagyon komoly, ezt mi csináltuk ezt a darabot, tehát ez nem egy megírt darab, ezt az életünkből vettük. Ennek szeptemberben óriási sikere volt, óriási nyomot hagyott az emberekben, sokat beszéltünk róla a gyerekekkel, én pszichológiát tanítok a gyerekeknek, sokat beszéltünk róla, hogy vannak ők itt nálunk, az életükben, ez egy nagyon komoly jó darab lesz. Az a legfontosabb, hogy gyerekek szabadon legyenek, és vállalják a felelősséget a dolgaikért. Ez nem nagy divat mostanában, valószínűleg nem is lesz a következő néhány száz évben, de mi azt próbáljuk. És itt vannak a gyerekek, rengeteget segítenek, szeretik, kisgyerekek jönnek, azért tartjuk ilyen korán, hogy itt legyenek a kisgyerekek is. A rendezvényre nem csak szülők, hanem az iskola volt diákjai is eljöttek. Tavaly végeztem, igazából csak pozitív emlékeim vannak, általános 5-től jártam ide. Hát mindent megkaptam, ami az életben szükséges ahhoz, hogy el tudjak indulni. Hogy kiegyensúlyozott legyek, empátia mindenben, úgy érzem. Nézőként jöttem, most csak nem szereplek benne. A kis húgom is részt vesz, meg hát kíváncsi vagyok, hogy a iskola mit alkot megint. A színdarabnak ismét nagy sikere volt a meghívott szülők, rokonok, barátok körében. A Színes Iskola összejöveteléről és az előadásról szerdai magazin műsorunkban láthatnak bővebb összeállítást.